tavasszal, mikor megjelent a dicsértesség könyvem, két bemutatót tartottam, egyiket a MOM-ban, a 12. kerületi újjáépült MOM-ban, a másikat pedig Keszén a Balaton Színházban. A MOM-beli kiállításon keresett meg egy hölgy, akit Beke Máriának hívnak, és itt tanít a Premothelyi iskolában. Ő úgy tudom, hogy a rajztanár. Megvásárolta a dicsértesség albumot, és attól kezdődően úgy döntöttek, hogy plékrisztusokat festenek, plékrisztusokat rajzolnak, különböző kollázsokat készítettek, és hát így született meg az a terv, hogy a szakrális hét alkalmával, miután minden évben van valami náluk, valami ezen az alkalomból, hogy most az én képeimet mutatnák be, de egy kicsit én mértékkel hoztam a plékrisztusokból, hiszen az albumban 200 valahány darab kép, ha jól emlékszem. Itt egy ilyen nagyon redukált 30 valahány képet állítottam ki. Inkább számomra az volt a fontos, hogy mi inspirálja a gyerekeket, és melyek voltak azok az arcok, amelyek úgy látom, és egy pár esetben még hasonlítanak is a fotófelvételekre, ami nagyon jó, de ami fontosabb ennél az, hogy teljesen feltehetőleg a rajztanár segítségével hihetetlen kreatív munkát végeztek, és számomra sok szépséget és gyönyörűséget vonultattak fel. Így született ez a kiállítás ötlete, és tegnap, amikor raktuk fel, végül is azt hiszem a legjobb pillanatkor, mielőtt még elkezdtük volna, jutott eszembe, hogy nem külön kellene ezeket kezelni, hanem egy terembe, úgyhogy ezek nézzenek szembe egymással. Tehát így történt meg az, hogy a kiállítás rendezése során az egyik falon az én képeim vannak, a másik oldal pedig a tanárok és a gyerekeknek a képei. Nem csak az ember nézi a képet, hanem a kép is nézi az embert. Ez Hamvas Bélától van ez a gondolat. Az, hogy a kép is nézi az embert, tulajdonképpen ez egy óriási felelősség. Én az elmúlt 35-40 évben több mint 100 művészeti filmet készítettem, képzőművészeti filmet. A Nagy Szent Miklósi kincstől a Szent Koronán át, Halotti beszéd, Szent László Herma, MS Mester, most csak egy párat sorolok fel, Csontváriig, Makovec Imréig. Tehát az egy nagy felelősség, hogy az ember ott áll a kamera mögött, és szembenéz azzal a középkori mesterrel, akár egy MS Mesterrel, vagy egy Kolozsvári Tamással. Tehát ahhoz valahol a lelkében és az agyában kell rendet tenni, hogy azokat az értékeket próbálja megteremteni a film nyelvén, amit a festő annak idején megfestett. Azzal, hogy a plékrisztusok kapcsán most a gyerekek ilyen mennyiségű anyagot és ilyen minőségű anyagot teremtettek, gyakorlatilag megteremtették a szavak nélküli imádságot, mert végül is minden kép, amit készítünk, ez imádság, és én kora időtől, amikor elkezdtem fényképezni, úgy éreztem, hogy azokkal a filmjeimmel is, amiket készítek, általában nem didaktikus, ilyen úgy voltak ismeretjeztő filmek, hogy végül zenére épültek, tehát zenei szerkesztéssel, vagy a kép erősítette a zenét, vagy a zene erősítette a képet. A fényképeimmel hasonlóan, és valahogy mindig az a gondolat forgott bennem, hogy vajon lehet-e szavak nélkül imádkozni, és ennek a pandantja pedig az, hogy vajon lehet-e művészettel imádkozni. Akár festmény, akár fotó, akár grafika, akár egy textil, akár egy épület.